Az általam választott vers József Attila elégiája. Azért is ezt választottam, túl azon, hogy nagyon szeretem ezt a költeményt, hiszen a költészet napja április 11-én József Attila születés napjára is mindig emlékezik, a 20. századunk és az egész magyar kultúrtörténetünk kiemelkedő, megrázó sorsú, mindenkit megérintő költőjére. Külön öröm számomra, hogy ezt a verset majd az összeállításban Jordán Tamás mondja el. Úgy vélem, hogy ez az üzenet mindig is aktuális, és arra int bennünket, hogy igen, ez a hazánk, itt kell élnünk, elfogadni annak a jó és a rossz oldalát, és elgondolni azt, hogy nem véletlen az, hogy ide születtünk, sorsunk van, és ezzel küldetésünk is van. Ennyiben talán a költészet napja is hozzájárulhat ahhoz, hogy a hazánkat, az anyanyelvünket, a magyar földet szeressük, ápoljuk, ne csak a rosszat lássuk, hanem a jót, és arra törekedjünk, hogy minél több jó, szép, gyönyörködtető dolog legyen körül bennünket a világban.